Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Jelentkezem. Nagyon röviden. Ugye, a múltkor már jeleztem, hogy hát fogok fogyni. Ugye, és mindent megteszek ennek érdekében. Rengeteg jó tanácsot kaptam. De gyerekek, én is tudom, hogy mit kell csinálni, úgyhogy a jövőben ne kérlek benneteket, hogy de annyit kaptam, de hogy mit, hogy én már egyszer lefogytam. És jó. A retro videók között volt, majd lassan átnézem őket újra, aztán majd egy párat visszarakok. És az a rész, ahol Szent Augustinban vagyunk. Ott látod, mikor ott szivarozok. Hát a újak nem tudják. Mondom, majd visszarakom. Na, hát ott én lefogytam. Hát most fölösleg, hazudni nem akarok, de olyan 20-25 kilót. És hát előtte majdnem ugyanilyen testsúlyom volt, mint most. Úgyhogy tudom, hogy kell lefogyni. Hát kínszenvedés volt. Na most lassan egy hete voltam ugye az orvosnál, mindig megmérnek, nem tudom minek. Ugye az embert csak idegesítik vele. Aztán, azt mondja. A legutóbbi, hát fél évente kell menjek, ilyen felülvizsgálat, egyben labor, minden. Tehát a labor eredményekről nem kívánok beszélni, nincs semmi baj, hál' Istennek. Nagyjából minden oké. Okay. A súlya van a problémám. Meg a doktornőmnek is szegény. És hát az, hogy a múltkor látogatás óta hisztam 8 pandot, azaz hát durván 4 kilót. Na, jó van. Hát eljöttünk haza, azt mondja, megtárgyaltuk, hogy a jövőben odafigyelünk jobban a dolgokra, és hát megbélekeztem. Hát eltelt lassan mondom egy hét, és megint megbélekeztem, most az előbb, és örömmel közlök mindenkivel, hogy az előző számokhoz képest híztam 40 dekát. Hát ez hogy van? Hát az én mérlegem szerint. Ugye, mert mindig ugyanazon a... Ott van egyébként két mérleg. Egyik be van állítva kilóra, a másik meg pandra, mert Évi az már csak pandba mér saját magát is. Tehát az itteni mértékegységbe, fontba. Én csak kilóba tudom számolni. Nekem az mondja meg, hogy hány kiló vagyok. Na mindegy. Hát ennek érdekében aztán kicsit komolyabban kell vegyem a dolgokat. De tényleg le fogok fogyni, majd meglássátok. De van itt toka is minden. Na most ez a maszk, ez jó, mert ez miért tökarja. Tudjátok, hogy tokavédő, szájvédő, orvédő. Most már azt mondják, hogy szex közben is kell hordani a maszkot, viselni. Tudod, a kérdés, hogy hova rakod a maszkot. Na, szóval fő a vidámság. Nagyon hálásan köszönöm egy Zoli. Megmondhatom, hogy szegedi barátunk, barátom, kamionos, aki, hát, három napig röhögtem ezen. Azt mondja neki, hogy... Szóval őtőle van ez a vicc, amiben van ám igazság is. Azt mondja, hogy jönnek a vendégek valakihez, látogatóba, és hát ugye a házigazda megkérdezi tőlük, hogy és meddig maradtok? Hát azt mondja, ameddig szívesen vagyunk látva. Eltelik egy perc, aztán megszólal a házigazda, az anyátok picsáját adni, a kávét megvárhattátok volna. Gyerekek, ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, hogy két vagy három napig ahányszor eszembe jutott, mindig röhögtem rajta. Na, remélem, hogy ezzel a kis bevezetővel elindítsuk ezt a videót. Remélem, hogy tetszeni fog. Hát
Az első lépés az egy alaplé lesz megint, szokásom a szíve, alaplé, egyben a húsleves. Hát ezt mondom, már könyökötökről jön ki, úgyhogy túl hosszan nem is mutatom. És a másik egy töltött káposzta lesz, kicsit másképp. Tehát előre szólok. Nem magyar recept lesz. Oké? Fogadjátok szeretettel, amilyen szeretettel én adom. És holnap pedig egy óriási fűvágás lesz, gyerekek. Most már vagy két hete nem volt levágva a fű, ugyanis minden nap esik eső, és vizes fűet nem lehet vágni. Most le lehetne vágni elvileg, de vizes. Most nem esik az eső, vizes. Hát holnap már szabadnapos vagyok. Hát fogom filmezni, jó? Szerintem az egy szenvedés lesz. Ekkora füvem még talán sose volt, de ilyen szép sem. Na, főzzük, jó? Nos, egyszerre fogom a két ételt készíteni, úgyhogy tessék figyelni. A káposzta hát nem túl nagy, nem, nincs is szükségem túl sok káposztára, ez jóval nagyobb volt. Erről leszettem 12 darab ilyen szép pofás levelet. Hogyan csináltam? Hát itt van forró víz, most már ráizzítok egy kicsit, és ebbe só van. Oké? És mutatom, hogy hogyan csinálom. Egyébként ezzel a vendég dologgal nekem is vannak élményeim, méghozzá saját. olyan megoldás, hogy egyszer valaki mesélte, hogy mentek az autóval. Látszik a kép, remélem, igen. És hát két idősebb úr, az egyik vezette a kocsit, másik ült. Azt mondja neki az egyik, ez igaz történet. Ez igaz, megtörtént, hogy te azt mondja, látod, mi van arra a kocsira felírva? Oda a lökhárítójára? Azt megszólal a másik, milyen autóra? Milyen kocsira? Azt mondja. Hú, azt mondja akkor. Itt az idő, hogy helyet cseréljünk, haver. Na, fordulunk. Szóval mi volt ráírva a kocsira? Az volt ráírva, hogyha ezt a szöveget el tudod olvasni, akkor túl közel jöttél. Na most én, és erre is van tanul, én ezt megcsináltam. Én amikor a dorogon, vigyáztam, két percnél tovább, egy ilyen levelet nem szabad tovább hagyni. Így könnyebben lejön. Én néztem a receptet, ahol ezt csinálta az illető, hölgy, azt hiszem hölgy volt. A gyerekek szárazon akarta leszedni, össze-vissza repedeztek a levelei, és utána rakta be, mikor már így leszedik, lekillódta a fejről, utána rakta be két percre a sósvízbe. Hát nem egyszerűbb, ha most rakod be két percre, és nézd meg, így nem szagad szélje. És meg is puhul egy kicsit, közben szép lassan ugye válnak le róla ezek a gyönyörű szép levelek. Mondjuk lehetne forróbb a víz. Jó, egy-két perc, és akkor szedjük kifele. Na, szóval ez volt egy ilyen vinyetta, és képzeltek egyszer meg a piacon, Esztergomba is. Én mondom, hogyan ez a szöveg volt írva a lökhárító. Ez mi ez itt? A rajzére, lökhárítóra. Hát, én megvettem, és kiraktam a harmadik emeleti. Valami Istennek nem tetsző dolog van itt. De mi ez? Hát csak kosz. Azt hittem valami hústartalmú valami, de nem az, szerencsére. És hát én is kiraktam aztán. A Laci nevű barátunk egyszer jöttek oda, Jani, az anyád szűzbár, milyen feliratot rakták ki az ajtódra? Ilyen szívesen várod a vendégeket? Hát
hogyha az volt kiírva, ugye, hogy ha túl közel jöttél, mármint az ajtóhoz, ugye, ha el tudod olvasni ezt a szöveget, akkor túl közel jöttél. Francba. Mert ugye azt mondják, hogy a vendég az olyan, mint a hal, ami három nap után már bűzlik, szóval... Ilyen magyarok, azok ilyen jóindulatú emberek, ugye? Jól mondom? Mi magyarok vendégszeretőek vagyunk, igen, egy darabig. Három nap után már, mint a hal, ugye bűzlik a fejétől. Fejétől bűzlik a hal, azt mondják. Na, még ezt egy kicsit? Na, bár nem. Na, kell ez a káposzta nekem majd oda, hogy ennyi bőven elég lesz. All right. Tehát úgy nagyjából látta mindenki, mit csinálta, mit kínlottam egy kicsit. Úgyhogy hát valahogy így kell. Na most ezt a zsengébb leveleket, káposztát, ugye ez már ilyen zsengébbek, teljesebbek, vagy édesebbek, ezzel pedig azt csináljuk, hogy ilyen egyszerűen csak félbevágom, és ez mint, hát, köret. Krumpli helyett, tészta helyett, stb. Ez nagyon megfelel, és ez külön ugye kérése volt feleségemnek is, hogy főzzek külön káposztát, de ne a levesbe főzzem bele, mert ugye ez el tudja vinni ugye a levesnek a ízét, ez olyan, hogy átviszi az út túloldalára, ugye a levesnek a ízét, és akkor nem húsleves, hanem ilyen káposzta ízű, a fene tudja micsoda. Na most, ebben van só, mit csináljunk még vele? Annyit lehet csinálni, még van itt nekem maradékban. Koriander, mustármag, allspice, ugye megízesítjük úgy, mint amikor a savanyúságot főzöd, tulajdonképpen ugyanazok a fűszerkeve, vagy pedig mint a corned beefnél, ez egy kellemes jó íz fog adni a káposztának. Pár szem babérlevelet lehet beletenni. Kevés fokhagymaport, itt most nem rakok bele rendes fokhagymát, fokhagymaport. És ez nagyon kevés, ez rajtad áll, ilyen, ez hasonlít egy kicsit az itálián fűszerkever, tehát boró, kakukkfű, szurokfű, stb. Fű, egy keveset, és ennyi. És ezt szépen megfőzzük. Teljesen puhára az egészet. És ez húsok mellé, minden mellé nagyon jó, sőt, még olyat is lehet csinálni, hogy mikor megfőtt, kiszeded, teszel rá egy kis vajat, és berakod a sütőbe, és egy kicsit megsütöd. Következő, itt van, ugye már lehetett látni, hát eléggé ilyen megviselt állapotban. Ehhez én nagyon olcsó jutok így hozzá ebbe a kivitelbe, sőt van egy változat, amikor még olcsóbban meg lehet venni, amikor is ugye ilyen nagy zacskóba adja, és akkor nem is tudom mennyi benne van, rengeteg csirkecombok, de akkor benne van mind a kettő. És az 4-5 dollár, és így megvan. Ez, hogy most árba ez mennyi, sokan nem szeretik, hogy pénzről is beszélek, pedig fontos, higgyétek el. Szóval ennyit a két csinálok csak így az előkészületnek, hogy leszedem a bőr, még egy kicsit fagyos. Jól látszik, gyerekek. Múltkor elég sok volt itt ez a felső rész. Sajnos. Nem mindig nézek oda a diszplére, hogy mit filmezek. Tehát az a lényeg, hogy minél több zsírt, ugye ezek eléggé zsíros dolgok, minél több zsírt leszedjek ezekről a felső combokról, mondom, még fagyos egy kicsit, ami nem baj. Még majdnem, hogy jobb is így. Egy pici marad, az nem érdekes. Valamennyi maradhat. Alright, szóval megcsináljuk. Ugye előbb, hát az egyik gondolatom hozza a másikat, mondom, hogy a pénzről beszélek. Hát igen, szoktam, csak én kicsit másképp, mint egyes emberek, akik
fölmékapolják magukat. Ugye a videó készítése előtt ugye bedobassák a hajukat, kifestik az arcukat, szemüket, mit tudom én, kirúzsozzák magukat, fölveszik a ilyen-olyan kivágott ruhákat, természetesen minél több látszódjon a bububól. Persze van is értelme, mert gyerekek olyan, hogy 4-5 millió néző kíváncsi az ilyesmire. Hát ott ugye a csajok miatt nézik, mennek pecázni a csajok, bikinikbe, meg minden. Szóval megvan azért ez a kattintásvadász dolog. Na most hát én, meg pont az ellenkező. Én meg azt mondom el, hogy hogyan vásároljál olcsón. Sőt, kaptam visszajelzést Floridából, egy hölgy, neveket nem mondok, aki jelezte, hogy ő ugyanazt csinálja, mint én. Szeret spórolni, tud is, meg is van rá az eredménye, és ő is oda megy, és ott veszi meg, amit gondol, hogy meg kell vegyen, ahol a legolcsóbb. És ő is elmegy 4-5 boltba is sokszor, de nem minden bevásárlás, hogy megvan egy rendszer. És hát én ezt vallom, én ebben nőttem fel, tulajdonképpen, ugye, mert a parasztember az 6-szor meggondolta, hogy mire adja ki a pénzt, inkább megcsinált mindent, inkább megtermelte, amit meg lehetett, mint hogy ugye pénzt ugye kiadjon, ugye, mert egyrészt kevés volt a pénz, másrészt hát volt sok gyerek, ugye akkoriban, ma már sajnos nem igen, mondható el a sok nagy család, ugye, hogy bár van egy-két jó példa, ugye, ahol sok a gyerek, mondjuk én is befoghatom a pofámat, ugye, mert nekünk is kettő lett. Azt nem teszem hozzá, hogy csak, mert akkor ezzel ledegralánám ugye a gyerekeimet, hogy csak. Hát ezt most idézőjelbe vegyétek, de hát én azt mondom, hogy csak kettő. Négynek kellene lenni. Négynek. Egyébként most már, ugye, mivel belementem ebbe a témába, higgyétek el, hogy ha most 4 gyerekünk lenne, 4 külön család, ugye a családot alá, jobban, boldogabbak volnánk. Higgyétek el, megérte volna az a... És ha jól végig gondoljuk, meg is lehetett volna csinálni ezt a dolgot. Anélkül, hogy különösebb problémáink lettek volna, ugye, még extrába, azzal, hogy még kettővel több gyerekünk lenne. Én nagyon boldog lennék most. Jó, itt átmosom a húsokat még egyszer. Némi zsiradék maradt rajta. Az, tudjátok, a húsleves tetején azért van egy kis zsiradék, azért az nem van nagy baj. Igaz? Hát ezeket fogjuk kifőzni. Túl sok íz nincs, ugye sajnos ez nem az a úgynevezett free range, úgy mondjuk free range az a amikor az erdőszélén kapirgálnak a tyúkjaid, a csirkéid. Van ez a kazasztáni, most már van 3 ilyen kazasztáni videós, gyerekek, sok milliós nézettsége. Egy kicsit igaz, hogy már meleg ez a víz, de hidegnek kellene lenni elvileg, mindegy most már. Megfeledkeztem róla, csak ráindítottam, aztán le is vettem. Szóval én szerintem ez az igazi organikus dolgokat, ugye ezek a Kaukázusban, Kazasztánban, meg itt-ottam, ott csinálják, szerintem már csak ott van. Mert ők még az eredeti ősi magokról termelnek. Ugye az ők termelik meg a magokat is, a palántákat ők, és gyerekek, olyan termékek, ilyen paradicsomok, ez megvannak úgy repedve. Hú, ez a kefkáz, stb. És nincs az, hogy most egy biotermék, meg ilyen, meg az ott nől, ott a hátul a kertjében, a káposzta, meg minden, és nincs permet, semmi. Jó, nem várom meg, hogy fölforjon. Meg ez a minimális hab, ugye vérről nem beszéltünk. Mit rakok bele? Paprikát, répát, hagymát, és zellerszárat.
ezeket teszem bele, és fokhagymát, ott van bőven, vagy tudok, ott volt benne. Jó, és akkor együtt főzöm az egészet. Jó, és akkor még ide megy szemesbors, mutatom is. Tehát szemesbors, pár darab, és még mindig van ebből a ajándékba kapott Megi ízvarázs nevű fűszerkeve a granulátumból, amiből hát teszek bele egy, igen, még egy van, úgyhogy ez következő főzésre fogom elhasználni, hogy még egy kanála van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer így, utólag is. Jó, múltkor hoztuk, ez 2 kg 30 deka. A Feridi, azt mondja, extra fancy, a Richard Rice, extra long grain, szóval és spanyolul is rajta van. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában a második hivatalos nyelv a spanyol. Ugye? Spanyolul is rajta van. Dolog. Ezt tegyük a spanyol szekcióba vettük, ahol az ő árucikkeik vannak, és hát én ezt így szoktam. Ez bele is fér. Ugye a lisztet is mindent. Jó. Nagyon jó. Ugye mindig látjátok, hogy kilódok, úgyhogy egy pohár, két pohár, stb. Káp. Ugye itt ez a... Rá is van írva vajon? Igen, itt van egy. Na most mi a lényeg ennek? Csinálunk egy demót, jó? Tehát így azt mondja, hogy ez itt egy káp, egy pohár. Ugye, mint pohár, ez viszont egy pohár, mint méret. Na most figyeld, ezek teljesen tele kell lenni színig, akkor egy pohár, ugye? Tehát ezt így lehet venni. És nézd meg, igaza van, vagy nincs? Hát nem igen, mert én többet szoktam beletenni. Nekem így ez egy pohár, tehát kicsivel többet szoktam beletenni, na mindegy, nem egy nagy ügy. Tehát akkor maradjunk abban, hogy 2 pohár rizst. Én tudom, hogy jót csinálok, tehát 2 1/4 pohár rizs legyen, és ezeket kéne használjam. Nem tudom, miért nem használom. Oké? 2 1/4 pohár rizs. Jó, a rizst felhevítettem, és hát egyelőre rá is tehetem. Tehát dupla mennyiségű, amennyi volt a rizs, annak a dupláját teszed rá, ugye, vizet. Oké, és megfőzzük. A forrástól számítva 20 percig, tehát nem fogjuk megfőzni teljesen puhára. Alright, kis sót teszek bele. Egy olyan jó tejáskanálnyit, ne legyen sótlan. Szép nyugodtan ugye megfőzzük. Alright. Hú, de jó illata van. Jó, ide készítettem egy kis húst. Disznócomb. Valamelyik nap voltam. Hogy van? Ez így egy darab. Így, meg még ez ide hozzájön. Tehát így, ez volt egy darab. És van, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab, várjál? 6, nem 6, 8. Ilyen nagy volt, 1, 2, 3, 4, igen. Ilyen nagy darab, így volt csomagolva, ilyen nagy. A franc, hogy a hány kiló. És 25 dollárt fizettem, gyerekek, ez nagyon jó. Jó, mondjuk már egy kicsit lefosztottam róla kövéret, és de itt most kell valamennyi, hogy legyen. És azt fogjuk csinálni, gyerekek. Szenzációs dolog lesz. Ledarálom. Azért csikozom fel. Jó? Ezt majdnem túl mikroztam.
ez nagyon jó, ez a hús így pörköltnek, hát hogyha szarakszol vele mondjuk, meg tudod csinálni, hogy ezeket a inakat kivagdosod, meg szenvedsz vele egy fél napot, akkor tudod rántani is. Például most itt ennél a résznél, nem leszel észnél, figyeld, látod, ezt mondjuk már lehetne kloppolni, meg rántani, meg mit tudom én. De ezt én kimondottan ilyen darált húsnak szoktam venni, meg pörköltnek. Szóval a rántani húst, azt külön, azt már úgy veszem meg, hogy ugye tálcán, még fagyos azért ilyen, úgy tálcán van, és ott látom, hogy ugye a szeletbe veszem meg magyarul, ha rántok. Még fagyos a hús. Hiába éles a késem, akkor is nehezen. Mondom, majdnem túl mikroztam. Na, fagyos húst, ha vágsz, nagyon vigyázz, mert levágod a ujjadat, ugye? Vigyázz el. Inkább akkor várj egy kicsit. Jó, itt a szükséges lesz. Én úgy satszolom a 10%-a a zsiradék, mert mondom, már leszettem, kidobtam. Van, amikor kisütöm, de most, hogy gondoljuk azt, hogy egy kicsit fogyni kéne, így most inkább levagdosom róla, ez megy ki a francba. Nem tartom meg. Jó, darálom. Igen. Ezt majdnem kihagytam. Na, sikeresen belenyírtam a kezembe, gyerekek, ahogy itt ütöttem. Olyan, mint a borotva. Ott van. Úgyhogy mostantól ide néz. Ezt ugye senki nem szeretné, hogy ezt a kurva. Na, ne káromkodj, igaz? Ne káromkodj. Ha most így vettem volna fel a kesztyűt, hogy belül vérzett volna, azt én ocsmányul nézett volna ki. Ez a kék színű, ezek jobbak. Majd kell hozzak ilyen még. Sokat elhasználtunk. Feleségem ugye folyamatosan hordja. Szájmaszkot is. Most már van minden, gyerekek, tornaszám lehet venni. Szájmaszkot mindenféle kivitelben. Ajajaj. Szóval van itt minden. Jó. Disinfection. Nem tudom, hogy hol vághattam el a melyik rész. Vágt el a kezemet. Lefertőtlenítem. Ne legyen semmi. Lehetsz ezt végig mutatom, ha ilyen adódik, akkor ennyi. Meg van oldva a probléma. Jó, és akkor megyünk tovább. Négy fokhagyma. Mindjárt készít vagyunk. Kamillázunk ide, is jó, lezártam, marad rajta, ezek itt főnek szépen lassan, oké. Megnézzük a káposztát, mennyire puha, ugye mint köret, ről beszélünk, nagyon jó, ó, ez hát az még van, mint a beton, gyerekek, ajjajajajaj, olyan, mint a beton. Ja, le is takarom, hamarabb följön meg. Oké, azt nem takarjuk le. Felvágok egy közepes fejhagymát.
amennyire lehet ugye apróra. Látszok. Először én így vágom hosszá, mondjuk kesztyűbe vigyáznom kell. Jó. És hát nagyon apróra, amennyire lehet. Majd le fogom én ezt a kesztyűt venni, ha már nem nyúlkálok így a ételekhez, külön, de hát egyszer a fiam, ahol dolgozott, gyerekek, ő már 14 éves kora, azt hiszem igen, kezdte egy, itt nem messze van egy pizzázó, egy olasz, és ott volt egy magyar csaj is, és hát akkor csinálták a zöldségeket, salátákat, leveseket, hát ugye a pizzákat, tészták, stb. Sütöttek, főztek, és akkor egyszer jön be üvöltve egy vevő, hozzák vissza a pizzát, rendeltek pizzát, kivitték, és kurva életbe. Benne volt a pizzában egy ilyen, amit itt leragasztottam, egy ilyen. És akkor mindjárt ott a csaj nézi, azt mondja. Hát persze, ő volt leragasztotta, nem vette észre, leázott, belement a nézébe, és puf. Be lett keverve a valahol töltelékbe, vagy mit tudom én hova. Nos, a rizst már kiszedjük innen. Hát így szétterítem, hogy hűljön. Nincs 100%-osan átfőve, de ha át is van, az se baj, nem érdekes. Sokan nyersen rakják bele a kenyeret, én megpróbáltam, gyerekek, nálam, nekem az nem jött. Tudjátok, mikor nyersen kevered össze a hússal. Nem, én akkor még mindig keménynek éreztem. Yes, hagyj hűljön. Nos, aki úgy gondolja, hogy ezt a fajta tölteléket majd el szeretné készíteni, akkor az most jól figyeljen az összetevőkre, ugyanis nem a megszokott magyar összetevők jönnek. Hasonlítani fog egy kicsit, de nem egészen. Na most ez a mennyiségű hús nekem minden kell. Itt van ez a fokhagymás rész, ezt kivesszük, ezt mindjárt ide is tettem. És hát körülbelül így a, mennyi lesz ez? Így a felét elhasználom ennek a gyönyörű szép combocskának, ja így. És az a másik fele meg majd így. Vagy megcsinálom hagyományosan a magyar szájíz szerint, bekeverem és még töltök. Úgyhogy egyelőre az megy a hűtőbe. Már is ezt az egész hagymát, az egészet ide ráhúzzuk. Ezt csináltad csirkehús, darált csirkehús, csirkemell, combok, kicsontozva, ledarálva. Kettő egész tojást teszek, kettőt. Igen, só. Hát én úgy gondolom, egy evőkanálnyi só az elbírja. Tengeri só. És egy szintén egy, hát mennyi ez? Még egy fél evőkanálnyi, igen, fekete borsot ráteszünk. Következő, jó evőkanálnyi, mondom jó evőkanálnyi paradicsom paszta, sűrített paradicsom, de ezt ide is teszem, mert még szükségem lesz rá. Na, elraktam a késeket. Egy egész citromot rányomok. Mondjuk lereszelhettem volna héját is, de ez így jó lesz. Egy egész citromot ehhez a mennyiséghez hozzá lehet tenni.
Na most nézem, ment bele egy pár citrommag, azokat azért kiszedjük, nem hagyjuk benne a magot. Ja, még ott van egy, igen. Ja, csak a lélek. Igen, és moslás azok csodát. Egy a nevőkanányi barna cukor következik. Na most az eredeti receptnél ilyenkor tesz rá a Worcestershire sauce-t, tehát az a Worcester sauce-t magyarul, Worcestershire sauce-t, én kihagyom. Én nem szeretem azt az ízt, különösebben nem rajongok érte, úgyhogy én kihagyom, maximum tudnám pótolni egy kis szójaszószal, de már megsóztam. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így, mert nem tudom még petrezselyem, de az eredetiben nincs semmi, csak ez. Megmondom, még extrában egy olyan 3-4 evőkanál Worcestershire sauce, azt én kihagyom. Jó? És akkor ezt összegyúrom egyelőre, így, rizs nélkül. Összedolgozom. És körülbelül a felesbe fogom a rizst használni. Ez szerintem így elég is lesz az a 10-12, sőt több levélhez, mint a káposztalevélhez. Piros paprika, ilyesmi, semmi, ugye? Még egyszer mondom, aki esetleg azt mondja, nem így kell, de igen, így kell csinálni. Ugyanis ez nem magyar recept lesz. És én nagyon-nagyon szeretném, szándékom is egyébként, hogy én szeretek így bemutatni nektek ilyen másképpen csinált. Ez nem jelenti azt, hogy ez rosszabb lesz. Hát persze, aki van egy ilyen megrögzött, nem raktad bele, ez nem olyan, mint a magyar, hát persze, hogy nem is annak készül. Sajnálattal olvastam, most nemrég, kedves beírom levelét, beírását, de nem is az Facebookon. Sajnos neki nem sikerült ez az ananászos szósz, az édes savanyú szósz. Nagyon kérlek, hogy írd meg nekem, hogy mi volt a probléma, jó? Mi volt az, amiért azt írta be, hogy nem úgy sikerült, vagy nem az lett, amit vártál, és akkor kielemezzük, hogy mi lehetett a probléma. De én javaslom, hogy ne add fel, mert a sweet sour, tehát az a édes savanyú, amit csináltunk, csirke, az egy nagyon-nagyon finom dolog. Majd fogok csinálni legközelebb egy narancsos változatot, és akkor ott majd jobban kirészletezzük, hogy mire kell figyelni, jó? Ahhoz, hogy jó legyen. Alright? De még azt tudom most csak mondani, még egyszer mondom, hogy nem sikerült, nem úgy, vagy nem azt vártad, vagy valami, hogy konkrétan légy szíves nekem, írd meg, hogy mi volt a probléma, jó? Mert most még ezt nem tudom. Alright? Újabb teszt. Nagyon jó. Tehát már, igen, fordulunk lassan. Gyerekek, gyönyörű szép. Évi külön kérése volt, fordulunk, elnézést érte, hogy tegyek bele 2 egész krumplit. Na, hogyan? Ugyanebbe a főzőlébe, és ezt addig fogom főzni, most már a káposzta puhi, igen, nagyon jó. Nagyon jó, és amíg a krumpli meg nem föl, addig tovább főzöm, és ez lesz a köret azokhoz a húsokhoz, amiket itt láttok már feljönni. Tehát ez egy, igazán mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen, hát ha nem is fogyókúrás, de egy egészséges, nem? Mit gondoltok? Kis krumpli, jó, az a kis vajja, stb. Már mondtam, nem fogunk teljesen mindenből leállni, a zsír, cukor, stb. Bevétel, figyelünk, stb. De a mennyiségek azok is fontosak. Van ott egy security guard, nem láttam már fél éve, oda vezényelték egy behelyettesítő, eltűnt a hasa, le van fogyva az arca, minden. Mondom, mit csinálsz? Azt mondja, ugyanazt eszek, amit eddig, csak a felét. Jó, itt a rizs, most már ez
elég szépen kihűlt. Nincs megfőve teljesen, gyerekek. Nincs megfőve. Érzem, hogy még főhetett volna elvileg, de nem, így akartam tulajdonképpen. Azt hittem, hogy túlfőztem. Tehát... Igen. Jója. Minimális sómennyiség. Most ugye azt mondjuk, hogy a disznóhúsban nem lehet belekóstolni. De hogy nem? Ott ennyit. Ennyit nyugodtan. Megkóstolod. Kolbásztöltéskor is minden kóstoljuk a disznóhúst, igaz? Ója. Hú, de finom. Jaj, de finom. Meglepő. A sűrített paradicsom és a citrom és a bors és a só és ez a kis barna cukor mindenképpen próbáljátok ki. Nagyon, nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog lett belőle. Jó, tegyük bele a rizst. Hát én úgy gondolom, hogy felesbe. Még elég meleg. Ez egy szentség. Majd a hús lehűtti. Maradz rizs, az nem érdekes. Úgyis a másikhoz is gondoltam, hogy majd kell. Jó, úgy gondolom ennyi rizs fölveszi a húst. Jó, az meg a másikhoz jó lesz, a másik húshoz. Na, jól gondolkodok, gyerekek? Jó, egy kicsit mutatom ezt is. Egy kézzel. Tehát se piros paprika, se bors, se kömény. Semmi. Kis vörös hagyma van benne, igaz? Fokhagyma, négy gerezd, só, citromlé, nagyon kevés, barna cukor, a Worcestershire sauce kihagytam, nem tartok rá igényt. Paradicsom, paszta. Egyébként így külön nem érzed, hogy paradicsomos lenne. Mert ugye együtt a barna cukor, a paradicsom, a só és a bot ad egy aromát ennek az egésznek. Fogadjátok el, gyerekek, tőlem. És ha nem is egy ekkora mennyiséget, én megmerem csinálni ekkora mennyiséget, mert tudom, hogy jó lesz. Meg már csináltam hasonlót. Ez egy elfogadott dolog. Még ezért is lehetne beletenni. Ánisköményt. Meg fokozni sok minden, de nem. Nem, én megnéztem ezt a weboldalt, illetve videó oldalt. Több ezer recept, amerikai recept. És onnan van ez leszedve. Túl sokat pofázok, ugye már megint. Jó. Kóstolás. Így marad. Alright?